Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Mesefigurák, játékok, meglepetés, a Pécsi Gyereksebészeti Osztály tette színesebbé a Nevetnikék Alapítvány. Bővítik a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét, még több kék kukát helyeznek ki a Pécsi Központi Temetőben. Hárman vehettek át Szepesi Ignác életműdíjat, a Pécsi Egyházmegye intézményeinek pedagógusait jutalmazták. Első a biztonság, kültéri sport és fitness parkokat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Mici Mackó és barátai, erdei és folyóvidéki állatok mesefigurákkal díszítették ki a Pécsi Gyermeksebészeti Osztály falait. A Nevetnikék Alapítvány mintegy 50 önkéntese, valamint meseillusztrátorok tették színesebbé a folyosó, a kórtermek és a játszószoba környezetét. Az átadáson emellett meglepetéssel is kedveskedtek a gyerekeknek. Ez a kisfiú és anyukája a Pécsi Gyerekklinika sebészeti osztályán vannak most. A részleg még tavaly októberben költözött át a Honvéd Kórházba, ugyanis a József Attila utcai telephelyen felújításokat végeznek. Az új helyen bár minden feltételt biztosítottak a házigazdák, a falak egyszerű fehér színűek voltak. Éppen ezért kérték fel a Nevetnikék Alapítványt arra, hogy varázsoljanak egy kis vidámságot a kórházi folyosókra és a kórtermekbe. Körülbelül 50 önkéntes segítette ezt a munkát, és kifestettünk 6 kórtermet, a játszószobát, meg a folyosót olyan magyar illusztrátorokkal, akik egyébként így a mostani magyar mesekönyvekben szerepelnek az ő rajzaik, illetve a Disney-től is kaptunk engedélyt, úgyhogy például itt a játszószobába, hogy az ő engedélyükkel került fel a Mici Mackó. Az alapítvány már korábban is végzett hasonló tevékenységet a gyermekklinikán, illetve játékos foglalkozásokat is tartanak több alkalommal a kórház kisbetegeinek. Bár a sebészeti osztály egy kisebb egység, mégis nagy öröm a dolgozók, a szülők és a gyerekek számára is ez az apró gesztus. Itt ez jelenleg egy 6 kórtermes és 26 ágyas osztály, ahol vagyunk, és itt vagyunk gyakorlatilag szinte mindig telt házon, vagy kisebb-nagyobb hiányokkal, de itt dolgozunk. A mesefal bemutatása után egy kis meglepetéssel is készült a Nevetnikék Alapítvány, egy általuk készített kincses ládával is kedveskednek a gyerekeknek. Igazi kincses láda, hogyha kinyitjuk, akkor különböző életkoronként a kártyán van a titok 0-tól 1 éves korig. Természetesen a sebészeti osztály dolgozói is megköszönték az önkéntesek munkáját, a jövőben pedig további együttműködésekre is nyitottak a felek. Ez mindenkinek könnyebbség, mindenkinek, aki dolgozik. Ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük. De szuper! Minden gyermek szeretne tűzoltó lenni, a katasztrófavédelem pedig gyereknapon május 29-én lehetőséget is biztosít erre. Az ország 373 pontján, így Baranya megyében is több helyen várják a tűzoltók a gyermekeket, szüleiket és kísérőiket. A 148 hivatásos tűzoltóság mellett 225 önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület is fogadja a tűzoltók munkája iránt érdeklődő kicsiket. Az elmúlt években a járvány miatt nem tudták fogadni a gyerkőcöket, azonban most újra megismerkedhetnek a tűzoltók izgalmas életével. A nap folyamán a tűzoltók több próbariasztást is tartanak, így az emeletről lecsúszó tűzoltókkal és szirénázó tűzoltóautókkal egyaránt találkozhatnak az érdeklődők. A laktanyák ingyenesen, mindenféle előzetes regisztráció nélkül látogathatóak 10 órától egészen 16 óráig. Bővítik a szelektív hulladékgyűjtési lehetőséget a Pécsi Központi Temetőben. A Biocom NKFT, mint üzemeltető már 2021. szeptemberében kék színű kukákat helyezett ki erre a célra, ezekből most 50 darab található meg a területen. A már meglévő 350 ketreces hulladékgyűjtőket is felcímkézték, ahol elkülönítetten lehet gyűjteni a zöld, illetve a vegyes hulladékot. Ezekkel a kék színű kukákkal már többen is találkozhattak, akik a Pécsi Köztemetőt látogatták az elmúlt időszakban. Az üzemeltető Biocom NKFT kiemelt figyelmet fordít a környezeti terhelés csökkentésére, ezért szelektív hulladékgyűjtő edényeket helyeztek ki a sírkert több pontján is. Már 2021. szeptemberében bevezették ezt a rendszert, így háromféle hulladéktípus lehet elkülönítetten gyűjteni. Az üvegméseseket
illetve mindenféle üveghulladékot, a PET palackokat és az egyéb műanyag hulladékokat. Emellett ugye ketreces hulladékgyűjtőket is kétfelé osztottuk. Az egyikben vegyes hulladékot, a másikban pedig zöld hulladékot gyűjtünk. Ugye a szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy csökkenjen a hulladék lerakóba kerülő és később fel nem használható hulladékok mennyisége. Ez volt a célunk, ugye ezzel is, hogy bevezettük a pécsi köztemetőben. A társaság szelektív gyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatai kedvezők. A temetőlátogatók többsége rendeltetésszerűen használja a gyűjtőket, a sírgondozás során keletkező hulladékot a megfelelő edénybe helyezik el. A pozitív fogadtatás miatt a közeljövőben tovább fogják bővíteni a rendszert, és a Rauch János városi sírkert megújítási program keretében a központi temető területén még több kék színű edényt helyeznek el. A hulladék elkülönített gyűjtésével így a pécsiek is aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a város elérje a 2030-ra kitűzött klímacélt, vagyis hogy addigra Pécs még zöldebbé, élhetőbbé váljon. Fokozottan ellenőrzi a rendőrség az erdőlátogatás szabályainak betartását a nyár folyamán Baranyában. A vonatkozó törvény szerint az erdőben csak a gyalogos, kerékpáros és lovas közlekedés a megengedett, a motorozás, kvadozás tilos. Fontos tudni, hogy az erdei jármű közlekedés csak kivételes esetekben megengedett a közforgalom számára megnyitott erdészeti magánúton, illetve az erdőgazdálkodó egyedi engedélyével. Az alapszabály az, hogy az erdőben nincs helye gépjárműnek. Az erdőtörvény szerint a köztulajdonban lévő erdők pihenés, üdülés, sportolás és kirándulás céljából mindenki számára nyitva állnak, de a jogszabály csak a gyalogos, kerékpáros és lovas közlekedést engedi meg. Baranya és Tolna egyházmegyei fenntartású intézményeiben dolgozókat köszöntötték pénteken. Felföldi László főpásztor nehéznek és rendkívül fontosnak értékelte az iskolákban, óvodákban oktatók munkáját, akik a jövő nemzedékét formálják, alakítják. Idén egy siklósi, egy paksi és egy pécsi pedagógus kapta meg a Szepesi Ignác életműdíjat. Idén május 20-án tartotta a Pécsi Egyházmegye pedagógus napi ünnepségét. Az egyházmegye fenntartásában 11 iskola és 9 óvoda működik Baranya és Tolna megye területén. Az ünnepi püspöki szentmise után Felföldi László főpásztor 3 pedagógusnak adta át a Szepesi Ignác életműdíjat, kiemelkedő tanári munkájuk elismeréseként. Idén Nagy Ibolya, a siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Molnárné Fodor Andrea, a paksi Balogantal Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa, valamint Tomposné Kovács Edit, a Pécsi Szent Mór Iskola Központ óvoda vezetője vehette át a rangos elismerést. Nagyon fontos az elismerés, hogy hihetetlen nehéz és rendkívül fontos munkát végeznek az iskolában a pedagógusaink, hisz a jövő nemzedékét formálják, alakítják. A díjazás mindig egy, azt gondolom, egy odafigyelés, egy elismerés, és igazából mindig egy ember kapja, de valójában a közösség kapja. És itt most az egyik iskola tanári kara együtt állt föl. Ez egy példaértékű. Látszik, hogy mindenki boldog, mert nem az volt, hogy na valakit kitüntettek, hanem együtt éreztek, együtt ünnepeltek. És ezt szeretném az iskolában, a tanári karokban megélni, hogy nyilván valakiket ki kell emelnünk, de ugyanakkor az mindig az iskolának, annak a közösségnek szól. Ez egy jutalom, ez egy odafigyelés, egy hálaadás, egy köszönet, azért a szép, eredményes, gazdag munkáért, amit végeznek. Az eseményről bővebben a május 26-án induló egyházmegyei magazinunkban számolunk majd be. A kultúra és a családügy támogatása továbbra is kiemelt, ugyanakkor a magyar jövő az innovációban van, mondta Csák János, a kulturális és innovációs miniszteri posztjelöltje az Országgyűlés Kulturális Bizottságában. Csák János a meghallgatáson először beszélt arról nyilvánosan, hogy Hoppá Péter lesz a tárca kulturális államtitkára. A kultúrában mintegy 100 beruházás van folyamatban 900 milliárd forint értékben. A felsőoktatás új modelljébe 1000 milliárd forintot fektettünk, a következő időszakban további 2700 milliárdot fogunk. Nincs kevesebb egyetemi hallgató, jelenleg 290 ezeren tanulnak az egyetemi rendszerben, ebből 40 ezer külföldi, számuk 10 éve még csak 10 ezer volt. Az egyetemi rendszerben ma a fiatalok 80%-a ösztöndíjat kap, mondta meghallgatásán Csák János.
A 22. geomatematikai kongresszust tartották az MTA Székházban Pécsen. Több mint 100 szakember érkezett a világ országaiból, hogy személyesen vegyen részt az előadásokon, programokon. A geomatematika fontos szerepet játszik a nyersanyagok, vagy éppen az energiahordozók felkutatásában a világon. De számos területen segíti módszereivel a kutatókat, illetve az iparban dolgozó mérnököket. Szénhidrogénipari alkalmazásoktól a klímamodellezésig, a geofizikától az építőiparig, a civil engineering területeig, a jövő kutatástól az automatizálásig nagyon sok témát érintünk ezen a konferencián. A NAV baranyai munkatársai május 23-a és 29-e között szerdán Pécset a bevásárlóközpontok éttermeit, csütörtökön Szigetváron a cukrászdákat, pénteken pedig ismét Pécset a taxisokat ellenőrzik. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A megye építkezésein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását ellenőrzik. Kültéri sport és fitness parkokat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Mivel ezek a létesítmények egyre népszerűbbek a lakosság körében, ezért a biztonságosság az elsődleges szempont. Baranyában a tavalyi év során 19 helyszínen 155 darab eszközt vizsgáltak a szakemberek. Pécsi, illetve baranyai szabadtéri sportparkok átadó ünnepségein készültek ezek a felvételek. A testmozgás népszerűsítése céljából létrehozott eszközök használatát minden korosztálynak ajánlják. Fontos azonban a biztonsági előírások betartása, ezért a kormányhivatal fogyasztóvédelmi munkatársai most ezeket ellenőrzik. Először az önkormányzatoktól kérnek információkat, hogy hol találhatók ilyen parkok, majd az üzemeltetők kiértesítése után megkezdik a szakemberek a vizsgálatot. Ennek a kiértesítésnek azért van jelentőség, mert akkor a dokumentációt össze tudják készíteni az üzemeltetők, és tudnak olyan kompetens szemét biztosítani a helyszíni szemlén, hogy a hatósági ellenőrzésen részt vegyen, hogy érdemben tud nyilatkozni, vagy a hatóság kérdéseire tud válaszolni. Elvégezzük a helyszíni szemlét, ezt dokumentáljuk, és utána megy az eljárás a maga útján, vagy ha nincs jogsértés, akkor jogsértés hiányának megállapításával zárul az ellenőrzés. A fogyasztóvédelem piacfelügyeleti hatáskörben vizsgálja ezeknek az eszközöknek az üzemeltetését. Ez azt jelenti, hogy a biztonságosságra fókuszálnak. Mivel egyre népszerűbbek ezek a termékek, a felhasználók a lehető legbiztonságosabb körülmények között kell, hogy használják, emelte ki az osztályvezető. Kerner Helga hozzátette, hogy megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük az ilyen parkoknak, valamint meghatározott időközönként azok felülvizsgálatára is sort kell keríteni az üzemeltetőnek. Azt, hogy ezt kivizsgálhatja, ki adhat ki erről megfelelőségi tanúsítványt, nem akárki teheti, tehát erre kijelölt szervezetek vannak az országban. Per pillanat 8-ról tudunk, akik ezt jogszerűen vizsgálhatják, és ezekről megfelelőségi tanúsítványt kiállíthatnak. És abban az esetben, hogyha nincsen megfelelőségi tanúsítvány, vagy annak az érvényessége lejárt, akkor szigorúan lép fel a hatóság, éppen azért, mert biztonságossági kérdés. Ilyenkor felszólítják az üzemeltetőt, hogy korrekciós intézkedéseket végezzen, azaz meg kell akadályozni a fitnesspark használhatóságát. Ezt tehetik többféleképpen is, körbekeríthetik a létesítményt, esetleg más módon lezárják. Baranyában egyébként az elmúlt évben 19 helyszínen összesen 155 darab eszközt ellenőrzött a hatóság, amelyek közül 36 volt kifogásolt. Kis kihagyás után május 27-én pénteken rajtol az 5. Misina tűzoltó toronyfutó verseny, írja a katasztrófavédelem. Pécsiektől egészen a győri lánglovagokig egyéni versenyzők és páros csapatok indulnak, hogy a célba érve 80 méteres magasságból gyönyörködhessenek a pompás kilátásban. Május 27-én a 9 órai megnyitót követően 4:10-kor rajtolnak a versenyzők, hogy aztán minél jobb időt futva délután 00:30 magasságában már a dobogó lépcsőfokait kelljen megmászniuk. A régió híreivel folytatjuk. Véradást szerveztek a szekszárdi polgármesteri hivatal munkavállalói számára. 13-an segítettek most másoknak. A nyár felé közeledve egyébként egyre több vérkészítményre van szükség, mert többen kelnek útra vagy sérülnek meg másként. Egy apró tűszúrás és már folyik is a vér a gyűjtőzsákba.
A szekszárdi polgármesteri hivatal véradására Nepp Péter érkezett elsőként. Ő már rutinos segítőnek számít, 25. alkalommal nyújtotta a karját. Minden csepp vér életet ment volt ez a kis szolgán, és úgy gondoltam, hogy jó így az embereken segíteni. Ugye meg többször hallani a hírműsorokban, hogy bizonyos időszakokban vér hiány van, és hogy műtétekhez szükségesek, és hogy nehéz beszerezni egy országos szinten, és ha már lehet, akkor eljövök, és így segítek. És valóban a meleg hónapokban több vérre van szükség, mert megnő a balesetek száma. Kilián Máté 17. alkalommal segített most másoknak. Azt mondja, még a főiskolai évei alatt döntött el, hogy rendszeres véradó lesz. Egy beteg srácnak kerestek vért, és megmondom őszintén, én nem mertem vért adni, pedig olyan vért kerestek, ami nekem van, és ez éveken át feszített is. És hát már régen dolgoztam, amikor eljutottam odáig, hogy tulajdonképpen hát leküzdöttem a félelmeimet. A megyei jogú város aljegyzője szintén adott most vért, és neki sem ez volt az első alkalom. Én rendszeres véradó vagyok. Igazából a katonaságon szoktam rá a véradásra, hiszen akkor még adtak 2 nap szabadságot is a katonaság alatt. Körülbelül már egy 20-25 alkalommal adtam vért. Szerintem fontos, hogy az emberek adjanak vért, hiszen az egészségügyi működés, a műtétek folyamatossága megköveteli. A szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai közül 13-an adtak vért. A Szekszárdi Kajakkenu Sportegyesület és Szekszárd megyei jogúváros önkormányzatának együttműködésének köszönhetően elkészült a SIO projekt következő mérföldköve. A turisztikai központot használók már igénybe vehetnek egy stéget, ami a vízbe történő ki- és beszállást hivatott megkönnyíteni, valamint már rendelkezésükre áll egy pihenőtér is, amit a túrák alkalmával birtokba vehetnek. Tovább zajlanak a munkálatok a szekszárdi turisztikai központ területén. Már családok, csoportok vagy cégek is igénybe vehetik azokat a szolgáltatásokat, amiket a kikapcsolódni vágyók számára nyújtanak. Jámborni Inger Nikoletta, a project manager elmondta, a kajakkenu sportágban fontos szerepe van a fenntarthatósági tényezőnek. A versenysport és a turisztikával történő összefonódás egyedülálló az országban. Elkészült a Szekszárd megyei jogú várossal konzorciumban, ugye itt a SIO projekthez kapcsolódóan egy gyönyörű beruházás, melynek köszönhetően ahhoz a stég is, ahol állunk, létesült. Ez megkönnyíti a vízre szállásunkat, illetve a pihenőtér is itt rendelkezésünkre áll, úgyhogy innen nagyon jól tudunk indulni a csoportokkal, illetve hát a túra után van egy kis terük, ahol meg tudnak pihenni nálunk. Hozzátette, a soron következő fejlesztési projekthez tartozik az öltözőkapacitás bővítése, hogy minél többen élvezhessék a túrázás által nyújtott lehetőségeket. Ehhez kapcsolódóan már komoly előkészületek vannak, hiszen a tervező elkészítette az engedélyes tervekhez szükséges dokumentációt, ezek jövő héten beadásra is kerülnek a szükséges hatóságokhoz, úgyhogy bízunk abban, hogy az idei évben ez a kivitelezés meg is valósul. További tervek között szerepel még túrázást segítő tárgyi eszközök beszerzése. Összevertek egy férfit a szekszárdi buszpályaudvaron. Ketten támadtak rá, ütötték, vágták, de ő sem hagyta magát, ezért belőle is vádlott lett. Az ügyben most született ítélet. Itt a szekszárdi buszpályaudvaron verték meg a férfit, egy régi haragosa lépett oda hozzá, és kérdés nélkül bordán ütötte. A sértet viszont nem hagyta annyiban, így az áldozatból pillanatok alatt támadó lett. Összeverekedtek, majd a földön dulakodtak. Ekkora a verekedés kezdeményező fiatal egyik barátja is ütni kezdte az áldozatot. Az ügyben végül mindhárman vádlottak lettek, az első ütést bevívő férfi lett az elsőrendű. A szekszárdi járásbíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki, csoportosan elkövetett garázdaság büntettében, több rendbeli garázdaság vétségében és lopás vétségében is, ezért szabadságvesztés szabott ki vele szemben, 10 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte a vádlottat, amelynek végrehajtását 1 évi próbaidőre felfüggesztette. Az ügy másodrendű vádlottja az eredetileg megtámadott férfi lett, ő próbára bocsátást kapott, garázdaságért kellett felelnie, mert az ügyész szerint azzal, hogy erőszakkal védte meg magát, a pályaudvaron várakozókban megbotránkozást kelthetett.
lett egy nyilvános helyen, a buszpályaudvaron hangos veszekedés, verekedés, bántalmazás, olyan magatartás, amely nyilvánvalóan szembeszegül az általános normáknak, ami nem megengedett, és alkalmas arra, hogy ezen a nyilvános és forgalmas helyen azt bárki lássa, észlelje, ezért garázdaságnak a megállapítására alkalmas. Az ítélet jogerős, mert azt a vádlottak és az ügyész is tudomásul vették. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Mesefigurák, játékok, meglepetés, a Pécsi Gyereksebészeti Osztály tette színesebbé a Nevetnikék Alapítvány. Bővítik a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét, még több kék kukát helyeznek ki a Pécsi Központi Temetőben. Hárman vehettek át Szepesi Ignác életműdíjat, a Pécsi Egyházmegye intézményeinek pedagógusait jutalmazták. Első a biztonság, kültéri sport és fitness parkokat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Szombaton egy hidegfront érkezik, felhőzetéből több helyen alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Délután északnyugat felől csökken a felhőzet, további záporok, zivatarok elsősorban délen, délnyugaton várhatók. A front mögött többfelé erős, néhol viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Vasárnap száraz, napos gomoly felhős időre készülhetünk. Élénk, többfelé erős lesz az északnyugati szél. A hőmérséklet hétvégén reggelente 15-18, napközben 27-30 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!